Szép jó estét kívánok! Ez itt az élő csillagászat Kis Lászlóval, a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerde élő műsora. Kis László vagyok, üdvözlök minden kedves nézőnket, fiúkat, lányokat, hölgyeket, urakat, időset és fiatalt. Ugye a populációnk a Facebook statisztikái alapján meglehetősen jók ugye itt üdvözölném ki használva a mondjuk így műsorvezetői széknek a, a jogát, és vissza, le. szia Dami, hello, itt az apa beszél, Benny Dodót, őt már csak úgy megemlítem, szerintem ők nem szoktak ide nézni. Ugye a műsor, ami a csillagászati hírekről, az élő csillagászatról kíván beszélni, ez a szerdesti sorozatunk, ugye a harmadik évad ötödik részénél járunk. Ha kellene valamiféleképpen egy, igazán szélsőséges megfogalmazást arról, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy kedves nézőink számára elhozzuk a csillagászat ismereteket, akkor azt mondanám, hogy adott esetben akár még a szélsőséges világnézetű sütőipari munkásokkal is hajlandóak vagyunk tárgyalni, hogy megszerezzük, ha kell, biológiai mintákon keresztül is az igazságot a csillagászati kérdésekkel kapcsolatban. Ez a műsor mindenre hajlandó, hogy a csillagászatot közelebb vigye a közönségünk számára. Ugye a koronavírus, a koronavírus az ugye tetőzik, nézzünk ide, oda, arra, erre, arra. Ugye most már a kormányzat ugye beszélget arról, hogy nyitunk majd valamikor, ugye a különböző teraszokról beszélnek, ugye. Ugye a Svápé csillagvizsgáló nagyon várja már, hogy kinyithassunk hogy ez sikerülni fog-e májusban, szerintem én nekem még vannak két eljeim. Na mindegy, szóval a lényeg, ami lényeg, hogy haladunk a dolgokkal előre, én mindenkinek továbbra is kívánok nagy hát reménységgel koronavírus mentes napokat, heteket, hónapokat, oltást minél előbb, amennyire csak lehet. Engem múlt héten oltottak be, ma reggel egy negatív teszt is jött újabb, úgyhogy én azt merem állítani, hogy csak elektronok jönnek ki belőlem, annyira negatív vagyok, hogy proton nem is maradt a testemben egyaránt. Mielőtt az előadás belekeznénk néhány egyezés, még hadd tegyek, én látom nagy örömmel, hogy a Facebookon is, és bizony a Youtube-on is jönnek ilyen olyan kommentek, kérdések. Meg, megismételném azt a megjegyzésünket, vagy megjegyzésmet pár műsorral korábbról, hogy egyszerűen nincs arra kapacitásunk, moderátor kapacitás, vagy válaszoló kapacitás, hogy az élő műsoron kívül föltett kérdésekre úgymond válaszunk. Tehát tényleg nagyon örülünk, hogy egész jó kis diskurzusok kialakulnak a műsor folyamnál is, meg utána mondjuk a csillagászatpontból, vagy a Svápegyi csillagvizsgáló Facebook bejegyzésénél, de egyszerűen nincs erőnk az ott föltett kérdésekre, csillagászati kérdésekre válaszolni. Tehát ugyan elmegyünk a szélsőségekig, de aztán a kommunikáció az ezekben a hetekben mindenképpen szerdeste este 8 és fél 10 között történik. Két fontos hír, amilyen most itt a jegyzeteimben úgy szerepel, hogy válveregetés, tehát büszkék vagyunk eredményeinkre. Ugye a Magyar Csillagászati Egyesület a Polaris Csillagvizsgáló szakköröseit indította, a Magyar Asztronautikai Társaság által szervezett, a külgazdaság és Külügyminisztérium által támogatott Irány az űr! Című Kárpát-medencei középiskolai űrkutatási csapatversenyen, és itt bizony első helyezést ért el a Polaris csillagvizsgáló szakköre. Gratulálok nektek! Ügyesek voltatok! Jók voltatok! A másik válveregetés, ha úgy tetszik, az a Csillagászati Intézetnek jár a Csillagászati és Földtudományok Kutatóközpontban, hiszen ugye nem régiben, múlt héten történt az Országos Tudományos Diáköri Konferenciák két évenként bekövetkező országos kiadás, a 35. OTDK, Fizika, Földtudományok és Matematika szekcióban, és hát a Csillagászati Intézet demonstrátori rendszerében, ilyen részalkalmazás, ilyen gyakornoki rendszerben alkalmazott egyetemistákat hát működtet most már négy éve, és bizony, ha megszámolom, hogy hány néve szerepel a csillagdai demonstrátorok közül, ugye első díj Csörnyei a Világos Blanka, aki ugye a is volt előadója már több alkalommal, második díj Kalup Csilla, Könyves Szabó Zsófia Marianna, és külön díj Bora Zsófia, Kalup Krupánszki Gergely, tehát jól, jól dolgoztak, úgyhogy Nekik is jár egy hatalmas gratuláció a csillagdai demonstrátorok, az OTD-kán nagyon szépen szerepeltek. Én ennek, mint ez az egész demonstrátori rendszert 2016 elején kitaláló egykor intézetigazgató, azt mondom, hogy nagyon örülök, volt értelme bevezetni valami újat a utánpótlás nevelésnek a, a, az erősítésére. A héten, hoho, posta erre járt, Megjelent a Meteor legújabb száma. Mézes Attila 1667 darabban postázta múlt héten a Magyar Csillagászati Egyesület havilapjának, a Meteornak az aktuális számát. Aki akar csillagászati periodikát, színtisztán csak csillagászattal foglalkozó periodikát, annak érdemes belépni a Magyar Csillagászati Egyesületbe. Ha felültem a tartalom jegyzéket, belelapozok, és akkor, mint amikor. Két tükör közé beáll az ember és egymillió fejet lát önmagából, pedig az összes feleségem elmondhatja, hogy egy is sok belőlem. Tehát valójában amikor 58. oldalra lapozva azt látom, hogy hát élő csillagászat valóban élőben, akkor nagyon örömmel itt van egy ilyen csoportkép. Itt jártak a pécsiek még az ősszel és most írták meg a Mette Arba beszámolókat. Nagyon köszönöm szépen Gyenizse Péternek ezt a hangulatos élmény beszámolót a Schwabhi csillagvizsgálóban még az ősszel tett látogatásukról, ami kiegészült egy piszkés tetői kirándulással e, is. Tehát mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy hát erre a lapra, akár ide nézünk, akár oda nézünk, nem tudom hova nézünk, én nagyon erősen javaslom az előfizetést azáltal, hogy az MC-je be, belép az ember. És akkor én azt gondolom, hogy már visszatérő nézőink szerintem dominálnak, térjünk is rá a ma esti műsorunkra, csillagászati megfigyelések, csillagászati hírek, és a végén egy fő téma, egy e hétre kiválasztott fő téma. Egy nagy piros betűs megjegyzést egyébként kaptam itt a, a, a velem kommunikáló stábtól, hogy az említett TDK díjas, második díjas könyvestót Réka majd jövő héten elő fog adni Vinkó József fel. Ha jól sejtem, ez a Galaxis utikalauzon belül lesz, ez majd a jövő héten lesz. De majd még először érjünk oda. Ugye elsőként szervezeti hírekről szoktam az elején még mondjuk így beszámolni. Ez a nagyon szép hófötte táj, ez nem egy téli fotó a svábé csillagvizsgálóról, ez múlt héten készült. Ugye múlt héten nem is tudom, egyik nap talán csütörtök volt az, amikor 20 percenként hóvihar volt és nyár. Tehát tényleg, azt hiszem pont egy hat nappal ezelőtt csütörtökön. Tehát rémes, nagyon szép kis fölvétel készült, erre itt most nincsen szükség. Tehát a renyeg, ami lényeg, hogy a svápai csillagvizsgálónál, aki szeret minket, az meg nem unhat, hiszen a Galaxis Utikalauz című előadás sorozatunk vasárnaponként folytatódik, ilyen szép kép sorozat van a kilenc alkalmas előadás sorozatról, és hát a következő téma április 18-án, most vasárnap este, Kőzed bolygók asztrobiológiája, szépen tessék artikulálni, hiszen ne, meglehetősen jó témáról lesz majd előadás. Boldog Ádám és Pál Bernadett részéről, ugye mind a kettő valamilyen módon kötődik a kőzed bolygókhoz, ugye Pál Bernadett a marsot kutatja, Boldog Ádám exobolygókat kutat, és hát mind a kettő a föld felszínén él, tehát egy kőzet bolygó felszínéről hát hódítja meg az ismeretein keresztül azt, hogy mi történik földünk keletkezése és a földön kívüli élet témája lesz vasárnap este 19 óra kezdett el, hol a Svábhéj Csillagvizsgáló YouTube oldala, Mik kell, miként lehet oda eljutni, svábhéjcsillagvizsgáló.hu események menüpontban meg lehet váltani a belépőt erre a fizetős eseményre. És akkor jövő héten, rákövetkező héten, tényleg ott van, április 28, Fantázia és Valóság, azt a nagy ronda nyilat eltüntetem, Fantázia és Valóság csillagközi űrutazás. Na ez lesz majd a kezek szerint könyves és Vinkó József közös előadása. Tehát vannak még programjaink május közepéig. Nagyjából május közepe június az, amikor a szerintem jósolható, hogy ha a harmadik hullám a koronavírusnak mondjuk így elenyhül, akkor tényleg akár fizikailag is kinyithatunk, Én nagyon szeretnék optimista lenni. Egy másik érdekes kezdeményezés, és a szervezeti hírekkel már átevezek a Magyar Csillagászati Egyesületnek a a az oldal vizeire is, vagy hajójára. Ugye... Barna Barnabás, a szegedi helyi csoport vezetője kezdeményezte azt a legutóbbi, meg az egyel korábbi Magyar Csillagászat Egyesület elnökségi ülésén, hogy próbáljuk valamilyen módon a helyi csoportjainkat népszerűsíteni. Egy új sorozat indul jövő hétfőn, április 19-én, este 8 órai kezdettel. Ezek ilyen beszélgetések lesznek, Barna Barnabás lesz a levezető beszélgető, Hol lesz ez megnézhető? Az MCE Facebook oldalán, tehát ott lesz egy Facebook live stream, és az első alkalommal Szabó Szabol Zsoltal lesz a beszélgetés a szolnoki helyi csoport vezetőjével. Ugye tőle, tőle, szoktuk kapni azokat a fotókat a 20 emeletes toronyház 21. emeletéről, azaz a tető teraszáról. Ez is egy érdekes program, program ajánló jövő hétfőn este 8-kor az MCE Facebook oldalán. Ugye aktív továbbra is az a adománykérő, ahol kérném szépen, hogy egy pillanatra tűnjek el, a polaris csillagvizsgáló, aminek egy nagyon furcsa nézetből készült fotóját hadd mutassam itt, az ott nem a polaris csillagvizsgáló, ott más emberek laknak, az parlamentnek hívják, az sem a polaris csillagvizsgáló, az a Gellért hegy, itt a polaris csillagvizsgáló, a fák között, ezek a kis icipici kis fehérke valami, ahova ugye természetesen mind, amikor kinyitunk, majd várni fogjuk újra a látogatókat, fiatalt, öreget, gyereket és nem gyereket, az ugyanaz, fiúkat, lányokat, hölgyeket, urakat, és hát ugye ennél sírunk már hetek óta, hogy a tető felújításra kérjük a tagjaink támogatását, vagy nem feltétlen csak tagjaink támogatását, bárki támogatását, aki a csillagászatot úgymond támogatni kívánja. Szintén említeném az MCL csillagtanyáját, ami ugye Lovas fejér megyében található. Ez itt nem méret arányos összehasonlítás, tehát nem egy homokozóbeli dömpérrel össze mérhető az a kupol az ott a háttérben van messze. Itt is szeretnénk, miként a Polaris tető terasz felújítására elverni, ha úgy tetszik, másfél millió forint körüli összeget. Tehát, aki úgy gondolja, hogy a Magyar Csillagászati Egyesület támogatható, az egyrészt belénk léphet, tag lehet, megkapja a Metal újságot, az évkönyvet, várunk átutalásokat az MCE bankszámla számára, közleményben mindenképpen kérjük azt föltüntetni, hogy Polariszt támogatás vagy Csillagtanya támogatás. Illetve most zajlik a NAV-on keresztül az, egy, az adók. Adóbevallás éves hát menete az 1%-os felajánlásnál, hogy a magyar csillagászat egyesett támogatására bíztatunk mindenkit, aki adott esetben tud rezonálni ezzel az ügyjel. Én tegnap kértem egy részjelentést Mizser Attila MCL főtitkártól, azt mondta, hogy a Polaris támogatására már több mint 300 ezer forintos támogatás érkezett, egy nagyobb és több kisebb, a csillagtanyára sokkal kisebb, egy nagyságrendel kisebb támogatás érkezett eddig, tehát még messze a cél, hogy a közösségi támogatásból meg tudjuk csinálni a Polaris tetőfelújítását, illetve a csillagtanyára azt a bővítést, aminek eredményeképp egy igazi megfigyelő bázissá alakulhat a dolog friss fotók és megfigyelések. Például tényleg tudják mert ez a Szentré János által készített, hát mondhatnám azt, hogy erről a pirosas, narancsos, vöröses, véres színű dologról sok minden eszembe jött, de természetesen ez egy csillagközi por és gáz felől csillagkerkezési régiót fotózott az úriember, ez vezet át minket azokra a fotókat, amiket ezen a héten gyűjtöttem össze, megint csak elsősorban a két forrásból, a macsnet.hu Facebook, Facebook, csoportból, illetve az észlelések.mce.hu oldalról, ami a Magyar Csillagászati Egyesület észlelés feltöltő portája. Az NGC, mi a francia száma? 37-18 megvan. Az Urza Majorban egy nagyon szép galaxis, meglepő módon két jeles asztrofotós is egy napon belül lefotózta most, vagy egy napon belül közzétett róla egy fotót, most az elsőként közzétevő Bagi Lászlóit választottam be a mai napra. Összesen 20 cm-es asztrográfiával 20 órát exponált, 17 órát színek nélkül, csak a halvány dolgokra és 3 órát RGB szűrőkön keresztül. Érdemes hogy egy pillanatra eltűnjek, hogy megnézzük ennek a galak, csodaszép galaxisnak, hogy tényleg olyan részletek látszanak ezen a fotón, hogy az ember azt mondja, hogy tű. Ez itt a göncöl szekérnél a szekér rész, a alfabet, a gamma, urze, majorisztú, kicsit jobbra lefelé található, itt van porsáv, itt vannak ilyen csillagívek, küllő, spirál, a háttérbe összeállódó galaxisok, sok szép színes csillag, piros csillag, kék csillag, és maga a galaxisban is nagyon szép színeloszlás látható, nagyon szép fotó, nagyon-nagyon-nagyon szép fotó. Ha jól emlékszem, fényes Lorán volt a másik, aki egy nappal később rakta ki a különböző oldalakra a fotót, az is egy hasonló szépségű. Meg aztán Farkas Riti György is kirakott egy másfél évesekről. Tehát látszik, hogy na, hú, ez de szép. Tényleg, hát itt most Magy Lászlónak a képét választottam be a mai műsorhoz. Maróti Tamás, egy nagyon érdekes Leo csillagképbeli galaxis hetest, a Hickson 57 vagy ARP 320, vagy sokféleképpen lehet még rá hivatkozni, a Copeland, Se Septu, Septuplet, a, Quinn, mi ez? He tehát mindenképp Septuplet. Ugye ezt vizuálisan fedezték fel a 1850-es években, a Lord Ross grófjának, a óriás teleszkópjával, a Leviatának az egyik asszisztense. Ez egy ténylegesen egy galaxis halmaz, itt ilyen szép kis elnyúlt eltorzuló, éppen lehet összeadó galaxisok, tőlünk nagyjából olyan fél milliárd fényévre. De ez vizuálisan is látszik. Valójában kellően nagy fényvödörrel, de itt Maróti Tamás egy digitális képet készített róla. Nagyon szép április elején. Bokor Ádám, felvidéki amatőr csillagász, ha jól emlékszem, hogy Szlovákiából szokott bejelentkezni, Április 10-én a fekete szem galaxisról készített egy fotót. Ugye a legutóbbi adásunk az április 7-én volt, tehát tényleg igyekeztem az elmúlt egy hétből ö, készült képeket beválogatni. Ez annyira szép ez a galaxis, az a közepén a nagy porsá, hogy be is nagyítanék rá. Ott a fekete szem. Oh! Ez nem Sauron gonosz szeme, mert eleve az világít. Ez valami, valami, aminek a sötét szeme van, és hát nem egyáltalán nem tűnik gonosznak így ránézésre. Hát nyilván valami szép galaxisba, porsába közepén. Nagyon örültem, amikor Szabó Péter két nappal a múlt heti, előadás, múlt heti adás után kirakott egy fotót, és maga is bevallotta, hogy a múlt heti előadásom a gravitációs lencsékről inspirálta. Ez a QSO 0960, 0957 plusz 56 egy jelzésű gravitációs lencsézéssel duplázódó kvazár megörökítése. Itt lehet látni a csillagrégiót, ez az Urza Majorba található. Ha benagyítunk rá, akkor ott az isteni tényleg. Az ott egy két és fél magnitudós kvazár képnek a megduplázott képe, amiről, ha kellene nagy tápcsája oda nézzünk, akkor kiderítheti, hogy az ugyanaz a kvazár, ugye ezt a spektrum árulja el, azt amatőrök nem képesek még mindmáig igazából így fölvenni ilyen fölbontással, olyan érzékenységgel, amit valahol a kettő között egy halvány galaxisnak a gravitációs tere megdupláz. Egyébként lehet látni azt, hogy a két kvazárkép eltérő fényessége. A jobb oldali ez kicsit fényesebb, mint a baloldali. Tehát a következő fölhívás, a következő felhívás észlelőinknak, na ezt most tessék megcsinálni mondjuk két éven keresztül, úgy havonta egyszer, és akkor nézzük meg, hogy a két képnek a fényváltozása adott esetben kimutatható-e egy, a kettő tényleg látszik az, hogy az egyik az mondjuk elkezd félfényesedni, és aztán a másik az egy a 370 nappal később folytatja ugyanazt. Ez nagyon érdekes, de ez egy hosszú távú projekt. Most itt meg lett örökítve, tehát tényleg tátott szája figyeltem. Ugye Hatházi Csaba a Herkules Obszervatóriumból, Hatházi Csaba Hajdú Hatház, Hatház tér hat, ez nem teljesen igaz, csak a Hajdú Hatházig, Ugye ő is lefotózta ezt a kettős kazát, szintén egy ilyen nagyjából 20 centis távcsővel, ott az a kettős. Tehát ezeket amatőr csillagászok ma már nem föltétlen félméteres méteres vizuálisan, hanem 15-20 centis tárcsa digitális kamerákkal tényleg képesek fölbontani, megörökíteni. Itt is lehet látni egyébként, hogy az egyik fényesebb, a másik halványabb. Tehát egy nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk mit te éveken keresztül, havonta egyszer szerintem bőven elég rálőni, az évente 12 kép, két év alatt 24 kép, három év alatt 36 kép, és tetszőleges számú évre elmondhatnám még, mert tudok 12-vel szorozni hogy az hány képet jelent, és akkor utána meg lehetne nézni, hogy tényleg a két képnek a változásai visszaadják-e azt, hogy ugyanazt látjuk. Sebestyén Attila múlt héten az előadás elején mondta azt, vagy műsor elején mondta azt, hogy gyerekek, én most megyek el, mert erült az ég. Hát tényleg, a hetedikén, múlt szerda este Csongrádról fotózgatott mindenféle jó dolgokat. Ugye a Virgo halmazban az M87 óriás elliptikus galaxisnak a környezetét lőtte le, és aztán ugye összegyűjtette itt balalsó sarokba azokat a lényegi momentumokat, amiket részben én itt eltakarok a hátam mögött. Van, van itt egy üstökös, a 413 P. Larson üstökös, van itt egy kis bolygó, 105.131 jelzésű valami, és itt egy ilyen kis fütyi, ami kilóg jobbra főfelé a M87-ből, az ugye a relativisztikus jet, je a nagy sebességű gázkiáramlás, a galaxis magból, ahol ugye van az a jó kis nagy tömegű, tényleg nagyon szuper nagy tömegű fekete lyuk, milliárd nap tömegű fekete lyuk. Tehát az, na nagyon szép képet készített, Attila, innen is gratulálok hozzá. Farkasréti György szokásos módon bevetette a fényvödrét, az, ö, az 50 cm-es fényvödör, ha jól emlékszem, azzal készítette ezt a fotót, az M104-ről a Sombrero ködről, amikor úgy megnéztem, Hát mondom, ha ez kicsit jobb lett volna a szín, ez már szinte a HST képet idézte volna, nyilván ez túlzás, de de tényleg azért egy pillanatra hadd tűnjek már ez annyira jó kép. Tehát ott, ott tényleg, én mindig azt szeretem a szombrérók hogy mintha itt a közepe világítani, és akkor úgy fölőrű meg lenne világítva itt ez az egész. És akkor itt ez a középen ez a porsá. Azért, na, hát tyű, a fene hogy nem most vagyok amatőr csillagász, hogy, hogy, hogy ilyenekkel tudnék foglalkozni szabad időmben, eleve lenne szabad időm, és akkor abban ilyenekkel tudnék foglalkozni. Nagyon irigykedem a mai korban észlelésre magukat rászánókat. Szintén Farkas Réti György készített egy nagyon szép fotót, van már múlt héten és mutogatott 2001 HPR Hugo Péter Robert fölbontású szupernováról, ami az NGC, mit tudom én, mivel annyira ki fog derülni, hogy melyik számú galaxisban jelent meg. Amiért ezt a képet beválasztottam a mai sorozatban, az, hogy itt van ez a spirálkarba, és akkor az ember azt mondta, hogy hát, de biztos spirálkar, és akkor nagy tömegű csillag összeomlás, azt hiszem, ezt mondtam is múlt héten. De aztán nagyon gyorsan jött a helyesbítés, Vinko József kollégám, a külön privát csatornán elmélkedtünk, és akkor, ah, de hülye vagy, hát nem, ezt nem mondta, de ez volt az üzenet, tehát ez egy egyáltipusú szupernóval, maximum előtt, akkor tényleg ilyen kékek. Tehát ez a nagyon kék plusz csillag itt ebben a galaxisban, ez tényleg egy nagyon kék robbanás, csillagrobbanás, egy összeomló fehér törpe. A szupernovák aktuális állapotáról Vinkó József adott nekem így öntevékenyen egy ilyen plusz, egy, 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 kis gyors áttekintést. Ugye volt nemrégiben egy sajtóeseményünk, egy nyilvános sajtóeseményünk a transziens asztrofizikai objektumok, GINOP projekt záró eseménye, ezt ugye a csillagászat.hu Facebook oldalon közvetítettük, az MCL YouTube csatornán mindmáig megnézhető, hogy egy 80 cm-es teleszkóp, ami piszkés tetőre kikerült, most már két évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt. Na ebből friss, erről a távcsőről friss a képeket küldött nekem Józsi. Ugye a, a, ott van-e a galaxis, nem, megint nincs itt a galaxis, valaki majd beírja a kommentekbe, NGC, valami, ugye, talán Uza Majorban. Ugye ennek az előző HPR-nek az az érdekesség, hogy két hónappal ezelőtt ott még volt egy másik szupernova a galaxisba, a 2021 DO jelzésű szupernova. Ugye itt lehet látni, ott a nyíl az nem az égen van, és ott az a pötty a galaxis magtú balra. Szpiszke és tetőn Szakács Róbert készítette ezt a fotót, a 80 centisrel, február 4-én. És akkor következő kép, hoppá, na hát, két hónappal később, ugyanabban a galaxisban, egy másik szupernova, 2021 HPL. Ugye a kettőt most, ha ugráltatom egy pillanatra, el előre-hátra, előre-hátra, akkor jól lehet látni, hogy két hónap különbséggel valójában itt a korábbi szupernova már eltűnt. Én nézegettem ezt a képet, emlékszem, hogy valaki talán a Match.net képeken odaírt a kommentként, hogy az a kis csomócska, az ott, az ott lenne a szupernóva. De valójában, ha megnézzük itt gyorsan egymás után ezt a két képet, akkor jól lehet látni, hogy az a korábbi szupernó az nem az a csomócska, amit bejelöltek többen is, hogy ott lehet látni. Ez a DO1C típusú, ami valami hidrogén vonalak nélküli nagy tömegű csillagnak a összeomlása, én úgy emlékszem, hogy az 1C azok, azok ilyen csak már nincs hidrogén burkuk, ilyen, össze, ilyen robbanás volt, ez pedig egy 1A, és hát egymástól a galaxis két által oldalán találhatok. Ugye lehetne írni a Journal of Improbable Research című szaklapba egy féregjukakkal generált, indu, indukált szupernova keletkezés galaxison belüli féregjukakkal, de hát ez még vicc kategóriának is mondjuk így elég rossz. A lényeg az, hogy ebbe a galaxisba idén már két szupernovát lehetett látni. De van még kettő meglepően fényes, ugye a SN2021 GTP Gábor Tamás Péter, ami megint csak, most itt nincs a főtüntetve a Galaxis neve, valaki utána nézhet majd, ez egy egy a típusú az no, ez is meglepően kék, ott az a éléről látszó Galaxis, ez is április 4-én készült, illetve a 2021 HIZ, hát mit tudom én, Herman István, Zoltán, hogyha kibontjuk a három betűt, ez is egy 1A típusú szupernova. Érezhetően nehezen bontom fel a betűket nevekre. Tehát másra, másra szoktam fölbontani a neveket, maradjunk ennyiben, akik ismernek. Tudják, mire gondolok. Na lényeg, ami lényeg, hogy nagyon szép szupernovák látszanak most a tavaszi égen, akinek van eszköze, ezeket megnézheti de szintén zajlanak az események más csillagrobbanások teletén. Nóvák! Az új csillagok! A klasszikus új csillagok. Ugye a Nova Cassiopeia-ről hosszasabban beszéltem két műsorral korábban, közben vele párhuzamosan a Sagittáriusban is föltűnt egy fényes Nova. Itt nem nagyon lehet látni Cseh Viktor április 7 i fotóján, de ott a két kis nyilacska mutatja, két kis vonalt és pontjában, ott az a halvány csillag. Ez egy, hát meg nem mondom a sétán milyen fényes, de minden április 8-án hajnalban nagy fotózta ezt a szagittáriusban, tehát a nyilas csillagképben hajnalban látszó Nova robbanást. Friedrich Robert két nappal ezelőtt a Nova Scorpii, egy újabb Nova föltűnését fotózta, ez mínusz 37 fokos deklinációval fogalmazunk úgy, hogy igen hideg. Tehát még a, majdnem a Pfizernek a hűtési hőmérsékletét is eléri a deklinációja. Tehát Magyarországon nem nagyon látszik. Ezt a fotót is, ha jól emlékszem, talán Új-Mexikóból egy robot távcsővel készítette. A Nova 2021 két nappal ezelőtti felfedezésekor még ilyen néven futott, hogy ASAS SN kötőjel 21FH, és a legutóbbi a becslések szerint talán már 8 magnitudó környékén van a fényessége, és azóta megkapta az elnevezését, hogy Nova Scorpi 2021 az AVSO honlapján, ez a Fidrik Robertnek a vendégcsillag.blogspot.com oldalon lehet hosszabb anyagot is olvasni erről a dologról. Aki a Cassiopeia novájáról mindeddig lemaradt, az kap egy Ejnye meg kellett volna már nézni. Laci, ennye be, ennye. Itt azért mutatok magam, itt látom magamat, te se nézted meg. Na tehát a legjobb, hogy aki nem nézte meg a Cassiopeia-nak a nóváját, annak azért jelzem azt, hogy még nem maradt le valójában semmiről, mert ha megnézzük a legfrissebb fénygörbét, ezt tegnap frissítettem az AVSU honlapjáról, jól lehet látni, hogy elhúzódó maximuma van a Nóvakasz 2021-nek, még mindig ott úgy beállt 8 magnitudó környékét. Valamelyik évben, már 20 éve, 90-es években volt egy olyan, ami nagyon sokáig konstatált, és aztán lement. Valami porfelhő keletkezett a nóva körül, és akkor tényleg pár nap alatt több magnitudót halványodott. Én egy gyanítom, így ránézésre, hogy valami hasonlót várhatunk majd itt, és de persze. Nóva robbanásokkal, üstökösökkel és nők reakciójával kapcsolatban jóslatokat tenni egyaránt teljesen botor dolog. Hát majd meglátjuk. Na, mi újság? A következő szekció csillagászati hírek ténylegesen nem csak megfigyelésekből. Most ebbe az évadba próbálok régi lapokból fölidézni. Itt például azt hoztam elő a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 1846-os számából, hogy hogyan jelentették be a Neptunusz fölfedezését. 1846-ban itt ugye tulajdonképpen az volt a mondás, hogy Leverrier, francia csillagász kiszámolta, hogy hol kéne, hogy legyen az égen, az Uránusz pályaháborgásaiból, és aztán Galle, német csillagász, kiment a berlini csillagvizsgáló, és akkor megnézték, és hoppá, na hát találtak egy 8 magnitudós valamit, körülbelül pont ott, ahol Leverrier Le számolta. Akkoriban így számoltak be a csillagászati fölfedezésekre, ez egy ilyen, maga a cím is az, hogy Account of the Discovery of the Planet of Leverie at Berlin. Berlin, ha úgy tetszik. Na, manapság ugye csillagászat.hu-ról szoktam idézgetni, vagy beszámolni, és az elsőként kiválasztott tovább mesélésre szánt hírnek az az érdekessége, hogy múlt héten amikor a gravitációs lencsékről beszéltem főtémaként, feltette valaki a kérdést, hogy és fedeztek-e már föl gravitációs lencsézéssel fekete lyukat. És akkor így elkezdtem vakargatni a fejemet, amit általában akkor teszek, hogyha zavarba jövök. Ugye a, a focistákról lehet tudni, hogy akkor nem mondanak igazat, ha főfelé néznek ki a kamerából. Rólam akkor lehet tudni, hogy zavarba jövök, elkezdem vakarászni a fejem tetejét. És akkor azt mondtam, hogy nem tudom. Pedig akkor már ott volt a csőben, Pál Bernadett fordításában egy nagyon jó kis cikkecske arról, hogy Ausztrál kutatók fölfedeztek archív adatokban egy olyan gamma villanást, rövid gamma villanást, összeadó kettős neutron csillagok összecuppanásokból keletkező néhány max. néhány tized másodperces villanást, aminél dupla jel víz a jelben, aminél a legkézenfekvőbb értelmezés pillanatra tűnjek el, az az, hogy robban az Afrik van valami út, útbás, valamilyen tömeg, és akkor a két úton elhajló fénysugár az egy pici fény, fényidő különbséggel érj el a földi gamma villanás detektort. Itt mutatom azt a jelet, most visszajedek. Itt mutatom azt a jelet, amit találtak. Valójában nem mai a, megfigyelés. Ugye a Compton Gamma Ray a BATSZE műszere az a 90-es évek ben kezdett el dolgozni, és egy nagy gamma villanás katalógust hát, produkált egy ilyen jó tíz éves működés alatt. A kutatók 2700, több mint 2700 gamma villanás jelet kerestek, vagy 2700 gamma villanás jelet elemeztek egy olyan szoftverrel, amivel egyébként gravitációs hullámokat szoktak keresni, és olyan jelet kerestek, ahol ugyanaz a jel ismétlődik, különböző energiájú gamma csatornákon pontosan ugyanúgy, ahogy várjuk gravitációs lencsézéssel történő erősítés mellett. Ugye a gravitációs hullámokkal, a gravitációs lencsézéssel történő fényerősítés a színfüggetlen, tehát a fotonok energiájától független, hogy hogyan zajlik. A rövid gamma villanásokban megsemmisül az összeadó kettős neutroncsillagot, nem várunk dupla jelet. A hosszú gamma villanásoknál ott aztán van mindenféle jelalak, de a rövid gamma villanásoknál nem. És a lényeg az, hogy itt találtak egy olyan jelet, ahol zupp, ott villan egyet. Aztán megy tovább az idő két tized másodpercét, zupp, ott van még egy. És a különböző csatornákon ugyanezt a jelet látjuk megismétlődni. És hát valójában a kutatóknak tényleg az a következtetése, hogy a nagyjából 55 ezer naptömegű objektumnak kellett a fényútba beleesni. Ez lehetne egyébként egy gömbhalmaz is, de amit tudunk, hát itt most egy kicsit azért csúszós tehetre fogok lépni, amit tudunk a gömbhalmazok térbeli gyakoriságáról, meg amit tudunk a föltételezett létezésű közepes tömegű a fekete a térbeli gyakoriságáról, tehát itt most igazából hasba lövöm magamat, tehát az érvelés az kicsit sántikál, az alapján kizárható az, hogy ez egy gömbhalmaz lenne, inkább azt mondják, hogy a legvalószínűbb magyarázat egy ilyen 50 ezer plusz-minusz 10 ezer naptömegű fekete lyuk, ami pont útba esett. Ugye lehet erre azt mondani, útba esik jövetmenet az 50 ezer fényéves, vagy 50 ezer naptömegű fekete lyuk. Hát majd meglátjuk, nyilván ha találunk még ilyeneket a jövőbe, akkor lesz igazán meggyőző. Ez egy darab objektum. Ugye a csillagászok rémes népek nagyon jó statisztikát szoktak tudni csinálni nulladarab objektumból, akkor azt mondják, hogy a negatív detektálások felső korlátaiból csinálnak statisztikát, egy darab detektálásra pedig már könyveket írnak tele statisztikus vizsgálatokkal. Egy másik is hírecskénk a csillagászatban ról ez Kicsit megcsúszott a dolog, februárban volt aktuális, de úgy gondoltam, hogy olyan jó kis, kis írecske volt, hogy azért hadd jelentessük meg még egyszer. Hogyan számoljuk az éveket a Marson? Ugye Marsi év, Marsi kalendáriumról, ugye az a fontos ismeret, hogy ott ugye a nap körüli keringés adja az év évhosszat, ugyanúgy, mint a Földön, ez 686 nap, a tengelyküli forgás adja meg a naphosszát, ami 24 óra 39 perc, tehát kicsit hasonlít a földhöz a naphossza, amit szólnak hívunk a Marson, de az év az azért sokkal hosszabb, és február 7-én idén volt az aktuális évfordulója. Ugye a Marson vannak szezonális jelenség, Marson is vannak évszakok, ezeket is szépen el tudjuk különíteni, de mivel elnyúlt a pálya, ezért az évszakok hosszbeli különbsége az nagyobb, mint itt a Földön. De például ezek fotó azt mutatja, hogy itt az egyik hegycsúcsnál van egy ilyen nagyon hosszú ilyen felhő, ami különböző évszakokban, talán tavasszal szokott megnőni, és aztán látszik, és aztán eltűnik. A lényeg, ami lényeg, hogy a marsi éveket, azokat 1955-ben kezdtük el számolni, nem azért, mert akkor telepedett meg a legelső emberi hát bá bázis a Marson, hanem akkor ugye a nemzetközi geofizikai év, ott ott volt a Mars-oppozíció 56-ban. Tehát sok minden oka volt, hogy 55-ben kezdtük el ezt számolni. Lényeg az, hogy a 36. Mars év az idén február 7-én kezdődött, és majd 22. december 26-án lesz a következő évforduló a Marson. Ugye szerves anyagot és vizet találtak az Itokava földközeli kisbolygón, ezt tegnap raktam ki, hosszas-hosszas pihentetés után ezt Tóth Imre írta, és ugye valaki tegnap felvetette azt, hogy ugye a Svápé csillagvizsgálónak a Facebook oldalán megszoktam osztani ezeket a híreket, és ugye kis gyermekdet versikéket szoktam hozzáírni, ezeket néha magamban hallom zeneként is, és akkor valaki mondta, hogy hát akkor majd így fogom bejelenteni ezt a hírt, amit ide írtam versikeként, és akkor én ostoba azt mondom, hogy ha lesz legalább 20 lájkja, akkor igen, úgyhogy kénytelen vagyok. Nem, oda menni, olvasnom kell a szöveget, muszáj arra felé. Tehát, Itok a vára kéne menni, finom vizet kéne inni, visszajött már haja búsza, ne légy kis hal olyan búsa. Hát ennek van-e értelme, azt nem tudom, de 20 lájkot szerintem megért. Köszönöm szépen annak is, aki felvetette, meg annak is, aki mondjuk így azt, hogy be, hát lájkolta, hogy meg legyen a 20, hát olvass el mindenki a csillagászat.hu-n a második hírünk. És akkor jeglehetős késéssel a eredeti tervekhez képest. Egyre hosszabb ez a műsor, látszik, hogy látszik hogy nem tudja befogni a száját. A fő témánk mai napra csillagfedések a naprendszerben. Na most itt vicces dolog, mert pont a lényegét akarom itt az átvezető képen, hadd tűnjek el én is okkultációval. Köszönöm szépen! Ez egy nagyon emlékezetes megfigyelés, amit Sájnszki Krisztiánál és Székely Péterrel már több mint 20 éve 2000. október 15-én követtünk el a 360 Karlova jelű kisbolygó csillagfedését rögzítettük a piszkés tető és mit távcsöve. Kikapcsolt óragépnél a csillag húzza a csíkot, hoppá, na hát ott eltűnt a csillag, ott ment elé a kisbolygó, ami eltakarta ezt a csillagot. Ugye ilyenkor egy húr mentén átmegy a csillag a kisbolygó mögött, az időpont hosszúságából, az eltakarás hosszúsága pedig megállapított ennek a húrnak a hossza kilométerbe. Na most a csillagfedések, amikre okultációként szoktunk hivatkozni, ma este csak azokat fogom előszedni, ahol naprendszeri égi test eltakar egy csillagot. Lehet okkultáció egyébként bolygó-bolygó fedés is. Ugye a hold is fedel bolygókat, bolygók is fednek el bolygókat. Ugye a nagyon látványos a a Jupiter és a Saturnusnak a kölcsönös fedése, de az ilyen nagyjából 15 ezer évente van, tehát arra megfigyelési programot egy funding agency sem fog finanszírozni. Tehát nekünk ettől gyakrabban bekövetkező eseményekre kell gondolni, és itt kimondottan a csillagok fedésére terveztem kitérni. Mi fedhet el csillagot? Hold, bolygó, bolygóhold, üstökös, kisbolygó, és én külön szedtem a Neptunuszon túli égitesteket, mert ott nagyon érdekes dolgok kijönnek, azok meg, meg azok eleve ilyen átmeneti jegeségi lehet őket kisbolygónak is tekinteni, lehet őket üstökösöknek is. Hát az üstökös magok ugye onnan jönnek az Ort felhőből, meg a Kájperövből. Az apropóját, hogy ezt a témát választottam, a Csillagászati Évkönyv. Ez a kiváló könyv, itt van mellette, megmutatom itt az oldal a képre. A Meteor a Csillagászati Évkönyv, ez ugye a Magyar Csillagász Egyesület tagjainak a Meteor újság mellett jár. Fölütöttem az áprilisi naptárat, és akkor megnéztem, hogy na mi van ezen a hétre, ami aktuális. És akkor megláttam, hogy hoppá, ma április 14-e van, április 17-én a hold nagyon szépen együtt áll az ikrekben az M35, NGC 2158, IC 2157 jelzésű nyílt tehát három nap múlva, az 17-15, az csütörtök, péntek, szombat este. Ha szombat este valaki a kertjével ki tudja tenni a távcsét, erről nagyon szép fotókat tud majd készíteni illetve szintén még három nappal később, április 20-án, az jövő keddeste, a prézepa mellett, ugye a kaptár mellett a rák csillagképben fog elhúzni az első negyedhez közeli hol, itt is nagyon szép fotókat lehet majd készíteni, de ez még mindig nem adott volna apropót arra, hogy a csillagfedésekkel foglalkozzak, hanem megnéztem a évkönyv egyik leg, legnehezebben értelmezhető táblázatát, ahol föl vannak sorolva Magyarországról látszó konkrét csillagfedési események. És ha megnézzük, akkor én egyre hívnám fel a figyelmet, április 18-án négy nap múlva vasárnap este egy 3,1 magnitudós csillagot, azt szerintem görögbetűs, de nem néztem utána valójában, csillagot fog eltakarni majd a hold. Látszani fog a bemenetele, meg aztán nagyjából azt, hogy 15 óra 3, útét, tehát délután 5 órakor, a torreador halál, akkor, ugye délután 5 órakor, nyári időszámítás szerint bevonul egy három csillag a hold mögé, és másfél óra múlva fél 5 UT, tehát fél hét nyári időszámítás 18-án ki fog jönni. De ha megnézzük ezt a táblázatnak a magnitudóit, itt volt két magnitudó is április 6-án, 7-én. Itt vannak 5-6 magnitudós, csak ezeket távcsővel mind szépen lehet látni. Egy három magnitudós csillag, az pedig tényleg kis binoklival is látszik. Ott a hold, a is és most ugye pont a sötét oldal felé megy, a sötét oldal eltakarja. Aki még nem látott, itt most tűnjek el egy nagyjából fél percre, aki még nem látott hold általi fedést, egy 2012. decemberi Hát nem csillagfedés, mert az, hogy mi a különbség, egy bolygófedést mutatok. Ugye a hold a csillagokhoz képest fél év másodperc per, per másodperc sebességgel vonul. Tehát a föld keringése a folytán, ez egyébként egy nagyjából kétszeresen fölgyorsított lejátszási sebesség. 2012 karácsony, amikor egy brazil amatőr csillagász készítette ezt a nagyon szép videót, amikor a Hold eltakarta a Jupitert. Hát jól lehet látni, itt locsoghatnák még percekig, és még mindig ott van a Jupiter, félig meddig ki látszva a Hold mögül. Ezzel szemben egy igazi csillagfedés az nagyon hirtelen történik, a Youtube-on kerestem ilyeneket, hogy Stellar Occultation, ezt nem találtam meg a szerzőnek a pontos azonosítást. Es lal, bármit is jelentsen. Az a Youtube-on -ra raktak ki ezt a nagyon szép kis videót, ezt lubba fogjuk figyelni. Ott fönt a csillag, ott. És hopp, eltűnt. Na, mindjárt vissza fog jönni, mert lúpolunk pár másodperc az egész. Tehát ténylegesen a hold csillagfedései ránézésre észanyatosan, gyorsan történik. És akkor föl lehet tenni a kérdés, hogy mi a fenére lehet ezt az egészet használni. Ugye kapásból mondaná az ember azt, hogy ha az a csillag valójában nem egy csillag lenne, hanem kettő, akkor föl lehetne bontani. És akkor ilyen lépcsőzet és elhalványodást látnánk. Mit tudom, hogy ez valójában két csillag, és csak először az egyiket akarja, és mondjuk két év másodperce odébb van a másik csillag, akkor a fél év másodperc másodperc az azt jelenti, hogy négy másodperccel később tűnik el a másik is. Tehát akkor ilyen lépcsőzetes elhalnyodás. Tehát kettősség fölfedezésére lehet használni a holda, holdnak a csillagfedéseit. Tehát itt a csillagokat lehet a hold segítséggel vizsgálni. De ha megnézzük azt, hogy valójában a 70-es években is nagyon szépen működött az a technika, hogy a hold okkultációkból csillagkorongok átmérőjét meg lehet határozni. Ha millisekundumos, tehát ezred másodperces fölbontással mérjük a csillagoknak a fényesség változását az eltűnés előtt, akkor valójában lesz itt egy ilyen hirtelen, egy ilyen hullámzó fényesség változás, hogy ott eltűnik. Ez valójában a holdkorongnak a peremén bekövetkező diffrakció, fényelhajlás jelenségének a, a föllépését mutatja, ami pedig egyértelműen függ a kiterjedt fényforrásunk korongjának az átmérőjétől a hold csillagfedéseinél ez a diffrakciós mintázat, ez a hullámzás és aztán eltűnés, ez tökéletesen alkalmas csillagkorongok átmérőjének a vizsgálatára. És akkor azt fődezti az ember, hogy na és akkor szóvat. Ha megnézi az ember azt, hogy a, most egy hogy a föld körül keringő hold, annak a pálya hogyan áll, 5 fokos szögben hajlik az ekliptikához. Ráadásul az ő pálya teljesen körbe megy, körbe 18 év, 18,6 év alatt. Valójában a hold egy nagyjából 10 fokos szélességű sávba bárhol lehet az égen. Ekliptika plusz 5 fok, ekliptika mínusz 5 fok. Tehát sok év alatt az égboltnak egy 10 fok széles sávjában van esély csillag és ilyen módszerrel csillagkorong átmérőjének a meghatározására mindenféle herce hurce nélkül, hát kell nagyon jó idő fölbontású fényességmérés. Ez a csillagászok, stelláris, asztrofizikusok számára nagyon fontos adat, hogy mekkora egy csillag látszó mert a fényesség a látszószögátmérő az a hőmérséklettel függ össze. Ez a három paraméter egy kombinációban előállítható egymásból. Tehát a csillagok hőmérsékletét lehet valójában megmérni, ha látjuk a fényességüket, tehát a látszó meg a látszó az átmérőjét. A másik érdekes fedés, ami csillagokat a naprendszerben, hát naprendszeri égitestek által hasznossá tesz, az a bolygók fedései. Ugye a Vénusz az a reguluszt időnként elfedi. Sajnos ez nem egy gyakori jelenség. Utána 1959. július 7-én történt egy ilyen Vénusz fedés, ugye a Regulus az ugye az oroszlán csillagkép alfajelű csillaga, Ugye, de itt igazából nem is az, hogy mire jutottak a Vénusz légkörének a vizsgálatával kapcsolatban miatt tettem bennem a két szerző, Devokolőr és Menzel, két harvardi csillagász, Ugye mind a kettő már nagyon sok felterületen lett híres, nem a, a csillagfedések vizsgálatával. De érdekességképp megjegyezném, hogy a, van a Vénusznak, ez a Regulus közelítésének egy ilyen 8 éves gyakorisága. Tavaly októberben volt egy nagy közelség a hajnali égen, ezt annak idén a svápi csillagvizsgáló honlapján is kiemeltük, hogy ez egy fontos jelenség, mert látványos. Na jó hírem van... 2044. október 1-én, tehát már csak 23 év. És ismét megnézhetünk egy Regulus fedést a Vénusz által. A bolygó fedéseknél sokkal érdekesebb a Plutó esete. A Plutó nem régiben még a Tejú, még, most is valóban a Tejútnak egy viszonylag sűrűbb zónájában van az Ophiuchus csillagképe, vagy már talán az Ophiuchusból átment egyre adéb, Ugye időnként a Plútó is eltakar csillagokat, és ilyenkor ugye a csillag fénye elhalványodik, itt csak a Plútót látjuk, és az elhalványodásnak a menete az a Plútó légkörét mutatja meg. A Plútó légkörében a magasság szerinti nyomás és hőmérséklet profil kiszámítható ilyen típusú mérésekből. A bolygókra is ez érdekes, de például a Triton ami a Neptunusz bolygónak az egyik holdja, ott kimondottan ilyennel lehetett detektálni, hogy hű, a fene meg, légköre van ennek a holdnak. Ez egy régebbi mérés, még a 90-es évekből, 97-ben, amikor a Neptunusz holdja elfedett egy csillagot, és akkor lehetett látni, csillag, 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 csillag -csilla 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 eltűnik, akkor csak a tritont látjuk, és a közepén van egy ilyen fölfényesedés, és aztán megint visszajön az egész. Mi ez a fene, ez a fölfényesedés itt a közepén? Ezt hosszas magyarázat helyett inkább egy videónak a segítségével ábrázolnám. Ezt a Gája műhold űrobszerlatum kapcsán rakták össze egy 2017-es jelenséghez kapcsolódva. 2017. október 5-én a Triton megint elfedett egy csillagot, és hát ténylegesen azt volt a becslés, hogy Európából látható lesz az, hogy a Triton és a követelő ritka légkör elnyel, elfed egy csillagot ott a háttérbe. Ugye ez a csillagfénynek a csökkenése a fedés során, az uh, mutatja magába a profilt a légkörben a, a, magasság szerinti paramétereket, de a közepén várunk egy fölfényesedést, olyankor a légkör, mint egy lencse, egy ilyen gyűrű alakú lencse, lefókuszálja a csillag fényét, és van egy ilyen központi flash. Ez is az égi test légköréről árulkodik. A helyzet az, hogy szükség volt a Gája asztrométriájára, pontosítani kellett, hogy pontosan hol várható az árnyék, a Triton árnyékának az átmenete. Lerradnyi még Magyarország fölött is átment a pontosított vál, de itt most elhallgatok, mert ez annyira jó, ezt nézzük meg. Ott fönt. Ó, oh, ott fényesedett föl, az isteni de jó volt. Tehát ténylegesen a közepén, tehát elhalványodott, és aztán olyat a, és aztán visszajött, hogy a Triton kiment, és akkor itt, amit látunk a Neptunusz már tehát tényleg nagyon szépen fölfényesedett, tényleg működött a fizika, hogy a légkör egy ilyen nagy lencseként lencseként lefókuszálta a csillagfényt, és ebből ténylegesen a Tritonnak a légkörét lehetett elemezni. Ezt nem nézzük meg még egyszer, de ez mutatja azt, hogy ténylegesen. A csillagfedés az nem csak azért jó, mert szép, hanem mert hasznos olyan dolgokat árul el, amit másképpen nem lehet kideríteni. Ugyanez igaz azzal kapcsolatban, amit már az előbb emlegettem az átvezető témaképnél, a Karlova fedésnél, hogy a különböző helyeken levő földi észlelők, amikor egy kisbolygó okkultációt figyelnek, akkor a különböző földrajzi elhelyezkedésnek köszönhetően különböző húrok mentén láthatják, a csillagnak az eltűnését. A szerencsétlenek azok nem látnak eltűnést, a szerencsések pedig azt látják, hogy egy rövid időre eltűnik a csillag. És az ember szépen végigszámolja a geometriát, akkor ebből kirajzolódhat a fedési idő hosszakkal arányosan a kisbolygó profilja, a kisbolygó árnyék profilja. Alak meghatározás olyan pontossággal, amire egyébként csak űrszondás, közvetlen odalátogatással nyíli, nyílik lehetőség. Tehát ez tényleg ez a szegény ember űrszondája, szegény ember űrszondája a kisbolygó okkultáció. Nincs mindenkinek egy milliárd dollárja, hogy egy szondát oda küldjön egy kisbolygóhoz, és ezt sokkal több kisbolygóra lehet elvégezni. És talán a leglátványosabb ilyen típusú megfigyelés, az az Antiópé, 90-es sorszámú Antiópé kisbolygónak a megfigyeléséhez kötődik, ami 2011. július 19-én az Egyesült Államokban egy amatőr csillagászok által sűrűn lakott területen haladt keresztül. És mit látunk itt? A különböző helyeken, a különböző észelőknél, itt nem történt fedés, itt se történt fedés, két helyen is látunk fedéseket. Az Antiópé az valójában egy kettős kisbolygó nem holdja van, mert akkor ez sokkal kisebb, másik. tehát két hasonló méretű test e, látható, a, a, rajzolódik ki a fedési profilokból. Ez is egy olyan dolog, ezt semmilyen más módon nem lehetett volna kideríteni. Én úgy emlékszem, hogy az antiopé kettőségét adaptív optikás e, észlelési technikával, óriás távcsövekkel, a hst val is sikerült aztán később kimutatni, vagy, vagy előtte ott a környékén kimutatni, de az biztos, hogy amatőr csillagászok másképpen egy kisbolygó pontos alakját, illetve kettősségét képtelenek meghatározni. De természetesen a bolygó fedésekre egy pillanatra visszatérve nem lehet kihagyni az Uránusz gyűrűinek a felfedezését. Egy ismerős név, ugye ugyanez volt a Tritonnál és ott meg a Plutonnál és a korábbi dián, ugye Eliott angol amerikai csillagász 1977-ben Nature-ben publikálta azt, hogy az Uránusz elfedett egy csillagot, és nyilván az Uránusz légkörét akarták tanulmányozni, és a fedés előtt, és a fedés, a bolygó fedése előtt és után a csillag fénygörbén vannak ilyen szép, ilyen tüskeszerű elhalványodások. És ennek az egyértelmű értelmezése az, hogy az Uránusznak, Gyűrűje, gyűrűje van, öt, külön, jól elkülöníthető, legalább öt, jól elkülöníthető gyűrűje van, aminek a fénycsökkentő hatását ez a csillagfedés, ez az okkultáció mutatta ki. Ugye ma már a hubble távsa ilyen fotókat lehet készíteni erről az öt legfényesebb gyűrűről, ugye ennek most éppen, ugye változott a látóiránya az elmúlt évtizedben, most megint szerintem hasonló lehet, mint 2003 környékén, vagy még korábban, hát így rálátunk így a teljes gyűrű ívekre a bolygó körül. De hát megint csak a szegény ember Hubble távcsöve, az a csillagfedés, ami megmutatja azt, hogy van egy gyűrűje adott esetben az Uranusnak. És ennél a gyűrű sztorinál egy magyar vonatkozású eredmény, ez már vége fele lesz, tehát hamarosan véget ér a jól látható már 50 perc zajló duma. Ugye a Haumea jelzésű Transneptun, tehát Neptunuson túli égi test gyűrűjének a fölfedezés, 2017-ben ért egy Nature cikket, ahogy pirosra be vannak jelölve magyar szerzők, Pál András, Csaba, Szakács Róbert, Takásnyi Farkas Anikó, Varga Belebé, Erika, Marton Gábor. Ugye a Haume, ami egy 90 csillagászati egységre található, tehát a Plutó, a Neptunusnál háromszor messzebb levő, tényleg nagyon hideg, nagyon messze, nagyon lassan mozgó test, aminél kiszámolta egy francia vezetésű ERC kutatócsoport, a European Research Council által számolt kutatócsoport, hogy lesz egy csillagfedés, aminél az árnyék sáv átmegy Magyarország fölött is. Pál András éppen Amerikába tartózkodott, Bostonba, és hát nappali az időzóna eltódásnak köszönhetően, 6 órával korábban, még a nappali irodai időben, távészleléssel piszkés tetővel, a Schmidt és az egyméteres teleszkópunkkal is végezte a megfigyeléseket erről a Haumea fedésről. Ugye az aziágói 1,8 méteres olasz teleszkóppal, a két másodperces expozíciókkal és három másodperces kialasásokkal látszott a Haumea központi fedése, és egy pont ott lelöttyent. Na most akkor ott mi van? Mérésiba vagy valami más? Mások is találtak egy időben ilyen lelöttyenő egy-egy pontokat, de a legjobb minőségű adatsor, ami a szimmetrikusan, pont úgy, mint az Uránusznál 77 ben tehát 40 évvel korábban, azok piszkés tetőn az egyméteres távcsövünkkel készültek. Itt lehet látni a piszkés tető egyméteres adatsor, a főfedés, és előtte, mögötte több tíz, 10 15 pont mutatja itt is, meg ott is, hogy van egy második szimmetrikusan elhelyezkedő fénycsökkentő valami az égi test körül egy ilyen szép fantázia rajz készült erről, a Haumeáról, és körülött egy ilyen nagyjából, ha jól emlékszem, talán 70 km vastag gyűrűről. Ennek a fénycsökkentő hatása még két másodpercig sem tartott. Körülbelül két másodpercig plötty, és aztán megint ment tovább. Ugyanebben az évben, vagy egy éve korábban, ugyanebben az évben, 2017-ben egy másik transzneptun égítésnek is volt egy csillagfedés és gyűrű detektálás. Ez a csarikló volt, ez egy meglehetősen pixeles videó, de ezt is figyeljük, majd kiálltok, amikor figyelni kell, senki ne rezzenje össze. Ez egy 50 cm-es távcsővel, ott nézzük. Hopp, ott hirtelen. Tehát a gyűrűnek volt egy előzetes, rövid elhalványodása, aztán bement a csarikló a csillag elő, hopp, ott eltűnt a csillag. Ugye maga a csarikló az egy nagyon halvány és ezért nem látszik a képeken. Aztán majd mindjárt véget ér a teljes fedése a csillagnak, visszajött a csillagfénye, és most figyeljünk, mert nagyon rövid ideig tart, mindjárt mutatja a gyűrű, azt mondja, hogy gyűrű, hopp, ott, az a kis rövid elhalványodás. Tehát ilyen típusú megfigyelésekkel tudjuk ma már azt, hogy legalább kettő transneptun objektum létezik, és itt most egy méretadányos összehasonlítást látunk. A Plutó, a Haumea és a Csarikló esetében Csarikló, ez egy picike, Haume, az egy szép nagyocska, a Plutó, neki öt holdját ismerjük, meg a Plutó kutyára emlékeztető foltokat rajta, a Haumeának pedig a Csariklónak pedig ezek ugye fantázia rajzok, de gyűrűjük is van, amelyeknek az eredetével kapcsolatban általában azt szokás gondolni, hogy valamilyen becsapódás, ütközés hozhatta létre. Az, hogy 90 csillagá, vagy több tíz csillagászati egységre a Neptunuson túli régióban ilyen Fantasztikus dolgok vannak, mint ilyen TNO, Transneptun gyűrűk, ezek mutatják azt, hogy sokkal dinamikusabb az élet odakint, mint az esetleg gondolnánk. Ehhez is a csillagfedések okkult tudománya kellett, és hát én azt gondolom, hogy az okkultizmus, ami egyébként a rejtett tudás, a rejtett hatalmakra próbál utalni, és semmi közel csillagászathoz, itt legalább egy pillanatra érintkezik a valódi tudományjal, mert az okkultációk azok tényleg ilyen rejtett dolgok, hiszen eltakarja, valami elrejti a csillagot. A mai műsornak az előadás része még hosszabb lett 5 perccel, mint múlt héten. A stáblista az itt látható, és hát ezek után várom majd a kedves nézőink kérdéseit. Közben, ha látszom itt a teljes oldalon, szerintem menjünk oda, ahol látszom teljes oldal, teljes képpel. Itt mellettem, itt van egy ilyen objektum, egy könyvjutalom üti annak a markát, aki megmondja, hogy ez micsoda és hogyan készült. Tehát a micsoda és hogy ne, nem mond, akkor az túl egyszerű lenne. Micsoda és hogyan kész, hogyan született, hogyan jött a léte... létezésre. Na, nézzük, hogy akkor jönnek-e kérdések az eddig elhangzottakkal kapcsolatban, vagy tetszeg és más kérdésekkel kapcsolatban. Kiváló szerkesztő felület. Igen, hát adott esetben igen. Na nézzük be, rilódalom. Konsti. A drive-ba másoló kollégának, most már én vagyok az, szia, nem kérdés, de érdekes lehet megemlíteni, hogy ma van először megtartva hagyományteremtő jelleggel a World Quantum Day hivatalos fordításban a kvantum napja, melynek célja, hogy a fizika kvantumos részeivel kapcsolatos tudományokat népszerűsítse. Köszi! Erre van egy olyan meglátás, hogy érdemes lenne egy svábhegyi részecske gyorsítót is összeépíteni. Hát ez érdekes dolog lenne. Annyi mindenről nem eshet szó. Hát ugye most a a múlt héten jött ki az a 4,2 szigmás detektálás a részecske fizikusok által, amit lehet úgy is értelmezni, hogy van egy ötödik erő a természetben, a szokásos erős, gyenge elektromágneses és a gravitációs erő mellett egy ötödik. Egyre 4,2 szigma maga a felfedezés. A fizikusok azért már verik a tamtamokat, hogy ez vagy úgy lesz, vagy nem. Tehát arról is lehetett volna. Nagyon sok mindenről. Sőt, az egyik olvasunk, vagy egyik nézőnk, az felhívta a figyelmemet, igen. Az egyik nézőnk a figyelmünket dél, az adás után két talál, hogy például Tóth Árpádnak is ma van a születésnapja. 1886. április 14-én született Tóth Árpád. Ugye a kirakatban lila dalra kelt egy nyakkend, ez egy klasszikus, amivel szoktam, hogyha hülyéskedni akarok mondani valami át, parafrazált mondatot hasonló gondolattal, tehát még Tóth a lélektől, Tóth Árpád versében, Tóth nagyon sok csillagászati tartalmú verse van, róla is meg lehetne emlékezni, de sajnos az időnk az véges. Viszont azért locsogok most ennyit, hogy jöhessenek a kérdések megfelelő inspirációt, adva az interakcióra ebben a kiváló műsorban. Borgúja Péter, egy kérdés. Sikeres a Galaxis Udikalaus sorozat? Mit nézünk, mit tekintünk a siker mércének. Ha azt nézzük, hogy a belefektetett erőfeszítéseket mondjuk így, hogy a nézősereg által a kifizetett belépőjegyek fedezik, akkor messze menőleg sikeres. Mindenképpen azt el lehet mondani, hogy a nézőközönség minden várakozásunkat felülmúl, illetve sokkal több nézőhöz jutunk el a galaxis utikalauzzal, mint, mint amennyihez valaha is képesek lennénk eljutni itt a helyszínen a svábhelyi csillagvizsgáló összes előadó termét benépesítve. Én azt gondolom, hogy ennyi válasz erre a kérdésre bőven elég. Tehát igen, sikeres a galaxis utikalóz, természetesen a siker az olyan, mint a bankszámlánknak a havi egyenlege, mindig lehet nagyobb. Tehát a lényeg az, hogy ha valakit érdekel, hogy hányan szokták megnézni a galaxis utikalóznak a heti videóit, akkor Hát tessék megváltani most hétvégére a belépőt, ott lehet látni a YouTube csatornán, bar lent. Én minden héten megnézem és megmondom, én minden héten meg is veszem a belépőt, mert akarom látni a vásárlói élményt. De vannak egyébként terveink adott esetben más típusú finanszírozásra, más, más majd meglátjuk, majd ősszel térjünk vissza erre a kérdésre. Novotnik Gergő. A galaxis utikalausz már lement előadásaira, utólag is lehet jegyet venni, visszanézni azokat, ez egy állandóan felmerülő kérdés, pontosan ezért gondolkozunk egy új típusú finanszírozásra, talán a kulcszót elárulhatom a P-vel kezdődő és Atreannal folytatódóval, tehát vannak ilyen terveink, ezeket ősz előtt már biztos nem fogjuk bevezetni, tehát most jelenleg, mint az élő úgy a galaxis utikalausznak is valójában a savát, borsát, ízét, tapintását, az ízé mindenféle dolgát az adja, hogy élő. Tehát tényleg attól jó a galaxis utikalausz, hogy élő, lehet kérdezni, van benne hogy egy kahút kvíz, ahol tényleg lehet nyerni nyereményeket, belépőt ide a lehet belépőt nyerni a rajzpályázaton keresztül a adásai, vagy az adásoknak a megnézéséhez. Tehát ténylegesen egy interaktív, élő műsor, egy olyan mesekönyv, mert mindenféle jó dolgot lehet nyerni. Tehát ténylegesen mi hiszünk a, a az interaktivitásban és az élőbe. Tehát ilyen értelemben három héttel később visszanézni egy kahút kvízt egy műsornak, egy előadásnak a közepén, relatíve kisebb izgalmi állapotú, mint például mondjuk föllapozni egy mondjuk korkarikás Magazint. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy, hogy, hogy itt most jelenleg ez az ez a, a, üzleti modell, de folyamatosan dolgozunk rajta, és tervezzük azt, hogy őszre egy remélhetőleg ember ezrek által fizikai valóságban meglátogatott svábhelyi csillagvizsgáló nyári fárasztó menet után majd visszatérünk egy újabb digitális platformon, ahol adott esetben időtlen módon megvásárolható lesz a hozzáférés a videókhoz, és más módon fogjuk összerakni az előadásokat. Hát majd meglátjuk, hát itt még alakítjuk. Mi is tanuljuk itt a koronavírus által ránk kényszerített online világbeli alkalmazkodást. Szabó Géza. Egy nagyon-nagyon kezdő csillagászat után érdeklődő is lehettek. Hát persze! a célközönség az a nagyon-nagyon kezdő, csillagászat iránt is érdeklődő. Ugye maga a meteor Csak ez az egy csillagászati lap van ma Magyarországon. Az olvasóink most mérték, fel, most mutatták meg nekünk, hogy szeretnék, hogy ismeretterjesztésbe legyünk erősebbek. A csillagászati évkönyv, megint csak egy egész könyv, ami csak a csillagászatról szól, van benne, ami nagyon haladó, van benne, ami kevésbé haladó, de mindenképpen, ugye a Magyar Csillagászati Egyesületnek a nyári eseményei, amikor vannak táborok, kedvezményen látogathatók, vannak más helyeken is mc kedveznek. kedvezmények, igen, 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 bárkinek. Tehát a Magyar Csillagászati Egyesület az nem a Csillagászok Egyesülete, az a Nemzetközi Csillagászati Unió, hanem a bárkinek az Egyesülete. Koltai Gábor, kérdés, kedves László? Na mi van, kedves Gábor? A fedések amatőr megfigyelésének lehet még bármilyen tudományos hasznát. Persze! Most Vu-ja lehet valakinek, a fekete macska átment a Mátrixba. Hát persze, hogy lehet értelme az amatőr csillagász megfigyeléseknek, hiszen ezek a fedések ott látszanak, ahol áthalad az égitest árnyéka. Egy 100 km átmérő égitestnek egy végtelenből jövő csillagfény által vetett árnyéka a föld felszínén 100 km átmérőjű. Semmi se garantálja azt, hogy abban a 100 km széles árnyék sávban lesz profi observatórium. Az amatőrök azok egyedül, akik képesek eleve biztosítani a hálózatot, hogy valahol valaki lássa, illetve az amatőrök azok, akiknek mobilabbak az eszközék, berakják az autóba, kiviszik a 20 centis adott esetben ekvatoriális, ekvatoriális platformon működtető Dobzon teleszkópot, és elindítják a képeket, készíteni innen a mezőn a ugató kutyák, meg a kar kar karrogó Mik a francia hosszú farkú állatok? Rókák. Azok is ott éjjel zajonganak kinn a mezőn, és akkor közte ott egy csillagász figyeli az okkultációt. Persze, persze. Ez kimondottan egy olyan terület, igen, és még ráadásul a sündisznók is csinálják a kis sündisznókat. Meg a vaddisznók is zajonganak éjszakánként. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy tehát igen, éjszaka ez igen, igen. Tehát nagyon is lehet a tudományos hasznat keresni. Erre vannak ugye a magyar ugye esetén belül is, hogyha fölüti az ember a meteort, van egy olyan, hogy fedések és fogyatkozások, Szabó Sándor, Sopron, Szellő utca 27, ő foglalkozik ennek a témának az összefogásával, de vannak nemzetközi szervezetek is. Tehát ami nagyon fontos, a pontos időmérés. De ma már a GPS műhoda korában, ez gyakorlatilag bárhol, a föld bármely pontján hát adott a GPS időjelnek a vétele. Borgulya Péter, ezek a fedések csak csillagászati érdekességek, vagy tudományos vizsgálatokra is alkalmasak? Szerintem az egész előadás arról szólt, hogy ezek tudományos vizsgálatokra is alkalmasak. Az összes példa, amit mutattam, az tudományos vizsgálatot. Hát könyörgöm, a legrangosabb szaklapokban, a Nature-ben, Astrophysical Journal-ban, Icarus-ban, ben lehet lepublikálni ezeket az elemzéseket. A szerencse kell hozzá, a szerencse forgandó. A szerencse egy erkölcstelen hölgy, aki időnként pökik ránk. De ha véletlen összen a megfigyelés, akkor ezek igenis tudományos igényű vizsgálatokra adnak lehetőséget. Természetesen, amikor amatőrök észlelnek mondjuk egy csillagfedést, akkor kell a szakmai felügyelet, kell egy szakcsillagász, aki elvégzi az adatelemzést. De ugyanez igaz például a meta részlelőkre is. Ott sem minden meta részlelő a meta csillagászat öreg anyja vagy öreg apja, hanem az adatokat szolgáltatja, és a szakemberek elvégzik az elemzést. Konsti. Földkörüli tárgyak, űrszemét, műholdak, egyebek. Használhatók ilyen fedési, mérési célra? Egy távoli megfigyelőnek, ha mai földi szintű technikáival kimérheti ez a sokasodó szemétdomb egyébként a nap előtt a földet nézve. Hű, de jó kérdés, kettő is. Én arra emlékszem, hogy volt egy ilyen tervezet, hogy mesterséges csillagfedéseket előidézni egy műhold vagy műbolygó által, amit oda küldünk, ahova aztán kell, és olyan csillagot fedünk el vele, amilyet éppen akarunk, de ez koncepción túl soha nem jutott az űrszemetek megfigyelésénél, hát ami leginkább eszembe jut, de az, az, nagyon sértő lenne ilyen kontextusban említeni, hát hogy a nemzetközi űrállomást azt rendszeresen észlelik amatőr csillagászok a napkorong előtt, a holdkorong előtt, vagy csak úgy éppen átmegy az égen. Tehát ez kevésbé jellemző, hogy az űrszemét általi csillagfedéseket nézegesse valaki. Szijjártó Lajos! A Spitzer 2010-ben porcsóvát fedezett fedezett fel a föld mögötti térészben, ez a földről képződött. Mit tudunk erről, Laci? Megmondom őszintén, Lajos, a Spitzer 2010-ben felfedezett porcsóvája semmilyen, euh, mi ez a ringöbel, semmilyen euh, nem hintát, semmilyen, az, amit a pap húzogat a, mi a, fene, a templomba, harang, semmilyen harangot nem kongat meg bennem, tehát ennek utána kell néznem. Lajos, jövő utána nézek ennek. Csengő, vagy csengő, bongó, harang. Giling alang szól a harang, boldogságom határtalan, kinna, topolyai határban zajlik a okkultáció észlelés. Na! Konsti, a haume 800 km sugarú, ilyen méretű, mint ha azt hallottam volna, hogy már gömböcödik gravitációsan. Hogy lehet mégis krompliforma anyaga miatt? Na ugye, hogy milyen jó kis tudományos kérdések vethetők föl? Igen, a fenet se tudja. Ténylegesen nagyon elnyúlt alakúak ott a transzneptun testek, nem kömék, hogy egy 800 km sugarú gömbösödjön. Ha bele gondolunk, ugye, hát gyakorlatilag mindegyik egy kicsikét elnyúlt. Ugye a haumea, a 2007 OR10, az is egy elnyúlt dög tehát hiába a Plutónál is, Plutóval összevethető méretű. Tehát ott a transzneptón régi testek világában sok érdekes dolog hát létezik, amit igazából nem tudunk még megmagyarázni. Vagy hát vannak magyarázatok, elméleti magyarázok, magyarázatok, de hogy azok igazak-e, azt nem tudjuk pontosan. Olá István. A gyűrű síkján keresztül haladó elfedés csalóka lehet, vagy nem, Amiről szó volt, azok, azok az elfedések csak akkor adnak pontos adatot, ha metzi a gyűrű síkját. Hát nem, tehát a, gyűrű, hát a gyűrű síkján áthalad. Tehát mindenképpen olyan fedés kell, ahol a csillag útvonala látszólag a gyűrűk mögött halad el. Ugye, ha pont éléről látjuk a gyűrűk síkját, akkor nem lesz fedés. Akkor van esélyünk ilyen plöcs, plöcs, plö, plö bolygó, plöcs, plöcs, tehát ilyen szimmetrikus elhajlásokra, hogyha egy lapjáról látjuk a gyűrűket. Mert itt, a, itt van a bo, ez itt mondjuk a bolygó, itt van, körülött, itt van a körülötte a, gyűrű, a gyűrűk, és akkor ha egy lapjáról néze, elhalad el a bolygó és a gyűrűrendszer a csillag előtt, akkor látszanak -e, ezek a kis elhalványodások. Okozhat-e fedést egyszer a Jupiter és a Ganymedes hold az Io hold felszínére? Persze, Ugye a Jupiter holdak kölcsönös fedéseire rákérdezett Daró Kolónia, természetesen ez is egy külön jelenség, idén nyáron van is, vagy most is már zajlanak a Jupiter holdak kölcsönös fogyatkozása és fedései, de pont azért rögzítettem, hogy most ebbe az előadásban nem fogok róluk mesélni, mert akkor így is nagyon hosszú voltam, tehát ezért rögzítettem, hogy a csillagfedésekre koncentrálok ma. Kerepecki Zsolt, azt szeretném kérdezni, hogyha távol a Földtől Néznének minket, akkor a Föld milyen fedést mutatna? Van-e erre bármilyen adat? Ha igen, akkor ezen adatok összehasonlíthatóak lennének a Földhöz hasonló bolygók légkörének kutatásához. Köszönöm a választ, ez hogy adok választ. Természetesen adok választ. Ez egy érdekes kérdés, hogy a Föld milyen fedéseket okoz. Volt egyik évben egy, egy, nagyon őrült, el, őrült, gondolatunk, amiből aztán cikk soha nem született, mert az adat se volt kellően jó, de nem tudom már kiszámolta ki, talán a Szabó Gyula számolta ki, vagy, vagy ezt úgy lehetett tudni, vagy nem tudom, valaki kiszámolta ki, ez nekem is közöm volt, már nem tudom ki, nem én voltam az. De a lényeg, ami lényeg, hogy egyik évben előfordult az, hogy egy kisbolygóról nézve a nap felé elpillantva a Föld áthaladt a nap előtt. Tehát még egyszer, kisbolygón, kisbolygón, a kisbolygó látta a Föld átvonulását a nap előtt. És akkor mondtam azt, hogy a szegény ember egzoföldje az egy kisbolygó fényesség változásában megpróbálni kimutatni a Földünknek a fényesség csökkentő hatását. Kiszámoltuk, hogy egy ilyen Ezrelég tízezrelék közötti fényességcsökkenés, és a kanadai most űrteleszkóppal próbáltuk detektálni ezt a jelet, mert azt mondtuk, hogy ezzel meg lehet azt nézni, hogy ténylegesen ahol tudjuk, hogy ott van egy igazi exoföld, maga a föld, egy csillag előtti átvonulás során okoz egy fényességcsökkenést, ez a kisbolygó felszínéről visszavert napfény mennyiségébe megjelenik. Persze maga a kisbolygónak is változik a fényessége, meg nem is volt kellene a fényes a kisbolygó, a fene vitt el az egészet, de ötletként nagyon jó volt. Tudom azt, hogy vannak olyan műholdak, vagy űrszondák, amelyek megszokták nézni a Földet olyan integrált fényben, minthogyha egy pontszerű bolygó lenne, és akkor mondanak mindenféle okosokat arról, hogy minthogyha milyen lenne ez exobolygóként detektálva. A szegény ember űrszondája egyébként azt úgy saják, hogy hold, mert ha a holdnak a sötét oldala, a hamuszürke fény, az nem más, mint valójában a visszavert földfény. Tehát ha annak a spektrumát elemezzük, akkor valahol egy picit olyan elemzéseket csinálunk, mint hogy egy fedési exoföldet hát próbálnánk spektroszkópilag detektálni. Tehát ezek a kérdések, hogy a föld detektálása, mint exobolygó, és ebből mit tudunk mondani az exobolygó kapcsán, ez egy meglepően intenzíven művel terület. Én nagyon sajnálom, hogy ez a nyomorult kisbolygó előtti tanulást nem sikerült kimérni, mert egyébként nem is egy tízezredes fényesség csökkenést okozott volna a kisbolygó számára, mert hogy a föld az ugye nem végtelen messzeségben volt, tehát nagyobb volt, mint a valódi méret aránya. Tehát a korongja nagyobbnak látszott a kisbolygóról, mint végtelen messziről. Egy Saturnus a titán légkörére milyen hatással van, amikor az óriás hold bolygó árnyékába kerül rövid időre? Nem tudom, most így megmondom őszintén, hát hideg lesz nyilván. Szabó Roland, szia Laci, szia Roland! A múlt heti előadásodhoz volna egy kérdésem. A fényt a gravitáció hajlítja el, vagy az ott található sötét anyag? Ez ugye maga a kérdésben benne van egy, egy, egy valamilyen tévedés, hogy a sötét anyag az gravitál. Mindenképpen a gravitáció az, ami a teret meggörbíti, és a fény követi a görbült téridőben ugye a geodetikus vonalat. Tehát mindenképpen a gravitáció az, ami létrehozza a térgörbületet, és ezt követi a fény. Az, hogy a, milyen dolognak a gravitáció görbíti meg a teret, egy normál csillag, normál bolygó és sötét anyagcsomó, az egy másik kérdés. Kazacsai, Kazacai Vilmos. Szia Laci, szia Vilmos hogyan tudnék magnitudó becslést végezni vizuálisan. Még csak 15 éves vagyok, és van egy Newton társam, illetve egy binokulárom, nagyon érdekelnek a változott csillagok, de nem tudom, hogyan észlelem őket. Van erről egy Amatőr Csillagászok kézi könyve című kiadvány, aminek a nem tudom, hanyadik kiadása készül már pár éve. Ez kimondottan különböző amatőr csillagász megfigyelési témákról szól. Szerintem az mcl nek vagy a Polaris Csillagvizsgálóban már elfogyott. Én azt kérem, Vilmos, hogy írj létsz az mce.hu-ra egy e-mailt, hogy kapható-e az amatőr csillagászok kézikönyve, mert ha nem, akkor én küldök neked egy példát, a sajátomat elküldöm neked és olvasd el nyugodtan, én már tudom, hogy hogy kell változó fényességét becsülni, tudom, hogy ott a hátam mögött, ott van a könyvespolcon, Szívesen öröm, ör szíves örömest elküldöm hogyha ez tényleg érdekel. Bár egyébként hozzáteszem, hogyha nem akarok ilyen nagyon extravagáns lenni, az AVSO, az amerikai változócsillag észlelők, vagy a változócsillag amerikai társaságának a honlapján van magyar nyelvű leírás arról, hogy hogyan kell változócsillagokat észlelni, illetve a vcs.mce.hu változó csillag szakcsoport www.mcs.mcs.hu, tehát www.mcs.mcs.hu oldalon is szerintem ez a leírás, hogy hogyan kell vizuálisan változó csillagokat észlelni, megtalálható. De ha mindenféle amatőrködési akarsz foglalkozni, a legjobb a kézikönyv, az egy ilyen 400 oldalas vaskos könyv, hogy mit hogy kell észlelni. Ha ezt szeretnéd megszerezni, én felajánlom, hogy a sajátomat elküldöm. Szaszfai Csaba. Szia Laci. Szia Csaba. Az elfedéseket akkor lehetne igazán jól elemezni, ha minél több csillag, amatőr csillagász figyel ugyanazt különböző helyekről, országokból. Egy teleszkóp is számíthat, de több adhat képet a formáról, nem? De, hát a helyzet az, hogy minél több kell, tehát ezeket kampányokba szokták szervezni, hogy a transneptún égi testek fedéseire például egy European Research Council által támogatott francia csapat számol előrejelzéseket, például itt a Csillagászati Intézetben Kis Csaba, Pál András és munkatársaik rendszeresen végeznek megfigyeléseket, és azt mondjam, hogy mondjam, még innen Magyarországról is a profi obszervatóriumok közül nem tettem be a prezibe, mert tavaly bemutattam az egyik élő de még itt ebbe a kupolába, ami van itt, itt Budapesten, a 60 cm-es távcsőnkkel is történt CCD kamerás kisbolygófedés észlelés, ami egy időben szombathelyről is észlelő volt, Piszkés tetőről is, meg most már bajáról is lehetséges. Tehát nekünk már most van négy pontunk az országban, Budapest, Piszkéstető, Szombathely és Baja, ahol ilyen méréseket tudunk kvázi homogén módon végezni, de nyilván az Antiópénél, az a kettős kisbolygónál, az a két árnyéknál sok-sok vonal mutatta azt, hogy ideális esetben sok tucat észlelőre van szükség. Játék miből? Darók Valória, 67 P. Csúrjumov, Gerasimanko, Istökös, Csukás Mátyás, Csúrimov Gerasimenko 3D nyomtatás. Tóth László Gerasimov, Gerasimov 3D print, Csúri, és jöttek itten Fafaragás 3D nyomtatás, Csúrimov 3D nyomtatás, Krisztián Faragta, Arrakott, Ultima Túle. Ezek alapján kihirdetem, hogy Csukás Mátyás a nyertesünk, hiszen ő mondta meg nem csak az objektumot, hanem a gyártás technikáját is, a 3D nyomtatást ez itt a 3D print, hol a fejem, itt látszik, a fehér alapra, hol van itt egy fehér alap, mindegy, itt, itt, van, ez az, nem, az nem jó, itt, itt a fehér ing, itt a szívemen, szívemen az üstökös, na itt a másik, a másik, ezt szoktuk adni ajándéként, a mesek könyv, tehát itt így néz ki, tessék, ott van, egy, ott, úgy, 3D printer, nem adom oda senkinek már, mert általában ezen szoktam hát rágódni nehéz kérdéseken. Tehát akkor a helyzet az, hogy csukás mátyástól azt kérjük, hogy egy infokukat, e-mail címre dobott üzenetbe adja meg azt a címet, ahova elküldhetjük a Kisherceg és a csillagok világa című mesekönyvet. Kisherceg. Én eldugom magam, én vagyok a kisherceg. Kétessel. Kisherceg. Nagyon gyönge. Na, hölgyek, urak! 9 óra 19 perc, ha ránézek az órámra, én köszönöm szépen a figyelmet, úgy érzékelem, hogy ma is volt egy relatíve pozitív visszajelzés a nézők részéről. A videót a, ugye a Facebookon meg, vissza lehet nézni bármikor, én kérem szépen, hogy ha tetszik a Schwabhé csillagvizsgáló aktivitás, akkor aki még nem tette meg, lájkolja like a Schwabhé csillagvizsgáló Facebook oldalát, kövesse is, ne csak lájkolja, tehát ott van két különböző kategória. A Svábhéj csillagvizsgának van a Youtube csatornája, ott is meg fog jelenni ez a videó, a HD felbontásban. A nak a Youtube csatornát is érdemes követni. És hát jövő héten itt fogjuk folytatni, addig pedig vasárnap este Galaxis Utikalausz, este hétkor, illetve az MCL Facebook oldalán a Szolnoki helyi csoport a vezetőjével fog beszélgetni Barna Barnabás, az MCI elnökségi tagja, illetve Szegedi helyi csoport vezetője. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát, sziasztok, jövő héten folytatás!